ne legyenek buzik, pedofilok, ne legyenek a gyerekek közelében. Se leszbikus, se... Ezek ugyanazok? Hát ezek ugyanazok. Ismét Budapesten tartott ünnepi beszédet Orbán Viktor. El kell foglalnunk Brüsszelt. Nem akarnak bemenni? Nem, itt jó. Itt nagyon jó, mert mi már öregek vagyunk, és itt támad. Kapaszkodunk. Ja, minden beszédén ott szoktam lenni, a békemenetem, minden. Azt mondják, hogy tovább nem lehet bemenni, ott most is regisztrálni kellett. Akkor ez félrevezetés. Hát ez van fönn, ez volt fönn a televízióban. Mindenkit szeretettel várunk az ünnepségre. Nem volt benne, hogy a regisztráció kell ahhoz, hogy én a kertbe bemehessek. Nem értek. Mit gondol, hogy Orbán Viktor miért most döntött úgy, hogy újra Budapesten tart ünnepi beszédet? Nagyon örülünk neki. Nagyon örülünk neki. Talán a béke jegyében. A szolidaritás jegyében. Az a kérdés, hogy legalább ne lökjenek. Ezt így megteszi. Úgy érezte, hogy mivel pont azért, hogy ugye régen volt már itt Budapesten beszéd, ezért hiányzunk, vagy hát hiányzik a népnek. Mert szereti Budapestet. De ugye eddig nem szerette? Eddig is szerette, de járja az országot azért. Itt a helye neki, nem azért, mert Budapest, az ország fővárosa, hanem mert jó nép szíve. Ő összességében nem nagyon ismerem a történet, Kossuth, Széchenyi, Deák, egyben mind megvan benne. Szerintem az önkormányzati választások valószínűleg azért elég rosszul állít a Fidesz Budapesten, szóval feltételezem, hogy ez már a kampány része. A legutóbbi választások előtt volt az utolsó alkalom, amikor itt beszélt, úgyhogy gondolom van némi összefüggés. Népszerűséget visszanyerni valószínűleg. Elveszett? El. Miért? Gondolom a botrányok miatt. Elég csúnya dolgok szerintem. Nem lenne szabad ilyennek előfordulni. Hallott ön az elmúlt hetek belpolitikai botrányairól? Kegyelmi ügy például? Hallottam, de most nem tudtam azt felfogni. Hallottam, igen, nyilván, de úgy nem követtem olyan szinten, hogy tudjak mit mondani róla. Mikor, hogy kijöttél egy politikai rendezvényre? Na jó, hát akkor elmondom, igazából édesanyám úgymond elrángatott, hát megkérdezte, hogy jövök-e, és mondtam, persze, jövök, ne legyél egyedül. Bolsevikok kiforgatták itt a dolgot, ők próbálnak olyan dologba belekötni a mostani kormányzásba, ami lejárt ügy. Ahogy a köztársaság elnök azt, hogy lemondott, azzal együtt lesz vége ennek az ügynek. Az a baloldal oldala is, a jobb oldal oldala is, és én a sajtót azért nem kedvelem, mert kifejezetten kihangsúlyozzák a rosszat. Reál dolog volt, hát sajnálom a elnök asszony. Tehát valójában nem adott kegyelmet egy pedofil bűnsegédjének? Biztos adott, nem tudom. Hát ebből sok kacsa is van, meg lehet, hogy ide igazság is van belőle. Hogy szelektál, hogy mi az, amit elhisz, mi az, amit nem? Hát ebből is egy kicsit, magabból is egy kicsit. Elég kellemetlen Fidesz részéről. Nem lesz volna szóval megtörténnie. Így alakult, Fidesz valószínűleg egész jól reagálta le. Meglátjuk, hogy milyen kihatási lesznek az LP meg önkormányzati választásokra. Nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem az, hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra. Mennyire elégedett Magyarországon a gyermekvédelem ügyével? Nagyon elégedett vagyok, amit az Orbán Viktor csinál, az úgy a jó. Mindig van javítani való, biztos, de elég szép, meg jó helyen, meg jó úton jár, én szerintem. Nekem is fontos, hogy védelem alatt legyenek. Én még nagyon szeretem a gyerekeket. Ne legyenek buzik, pedofilok, ne legyenek a gyerekek közelében. Se leszbikus, se... Ezek ugyanazok? Hát ezek ugyanazok. Ezek, amelyik buzi, az leszbikus, az ez a gender, ne legyen a közelébe gyerekeknek, semmiképpen. Rendben van a gyermekvédelem ön szerint Magyarország? Eddig sem volt rendben, de nem a miniszterelnök miatt nem volt rendben, hanem nem szavazták meg a gyermekvédelmi törvényt. Az ellenzék nem szavazta meg. Ne tartsa majd. Ott se voltak. A múltban is molesztáltak gyerekeket.
őket, csak nem derült ki. És ettől, ez most mire magyarázat a mostani gyermekvédelmi mert politikára? Ki van teljesen sarkítva, nekem nem tetszik, ahogy egymásra köpködik a két oldal. Vannak hiányosságok a gyermekvédelemben. Lehet, hogy egy kicsit jobban kéne szervezni, és mint mindennek a pénz hiányzik onnan is. Azt hiszem, hogy több pénzt kéne adni. És önök elvárnák a kormánytól, hogy jobban megfizesse a gyermekvédelemben dolgozókat? Hát az egész, igen. A szakpolitikai része az valóban nem áll túl jól, és ezen valószínűleg változtatnia kell a Fidesznek. Miért jöttetek ki demonstrálni? Hát azért, hogy 1848 tényleges szelleme mellett tegyünk hitet. Hitet tegyünk a polgári társadalom mellett, hitet tegyünk a nemzeti függetlenség mellett, és hitet tegyünk a orosz szuronyokkal szemben megvalósuló nemzeti, autonóm, polgári törekvések mellett. Mennyi judaspénzt kaptál ezért, te szarházi? Szabó Magda írja, az árulót elfelejtjük, az áruló nincs, meghalt, nem is ismertük soha. Van bármi, amiben egyetért Magyar Péter kritikáival? Ki, melyik az a Magyar Péter? Nem, ő a Varga Judit volt igazságügyi miniszter, volt férje. Az nem tetszik. A Magyar Péter az egy szakmát vesztett strici. Most kapkod levegő után, hogy meg tudjon élni. Arról egyértelmű. Hát azért, mert kirúgták, vagy nem tudom mi volt vele, meg elvált a feleségétől. Az annyira undorító, mint magánember. Hát a gyerekei, mit szólnak a gyerekei? Nevetséges, azt mindenki tudta. Valószínűleg az ellenzéki szavazókat egy bizonyos ideig fel tudja dobni. Utána valószínűtlen, hogy ezt a úgynevezett kiábrándult fideszes közösséget meg tudja szólítani. Ha nem lenne, teljesen jó alap nélkül lenne, teljesen alaptalan lenne, akkor válaszra sem méltatnák. Tehát maga az, hogy foglalkoznak vele, hogy érdekli magát, ez azt jelenti, hogy eleven pontra, érzékeny pontra, és a NER-t meg mindent elsősorban belülről fogják megbuktatni. A kritika az mindig jó, mert felnyitják az emberek szemét, de azt is tartalommal kéne megtölteni. Ma fog tartani egy zászlóbontást. Oda elmegy esetleg? Nem. Rossz időpont szerintem ez most. Vagy előbb kellett volna, vagy kicsit várni. De valószínűleg az önkormányzati választások dátumának közelette vezeti erre. Lesz valószínűleg 1-2%-os pártja. Nem tudom, hogy ez a politika cselekvés át tud-e menni ezen a pártalapításon kívül. Neked tudna olyan politikai kínálatot adni, ami szimpatikus lenne? Nem. Hát majd délután kiderül, hogy ő mit akar ezzel kezdeni. Nem tudom, hogy mennyi a valós tenni akarás mögötte, és mennyi az, hogy megülök egy hullámot, ami éppen alám sodródott, és ennek a szárnyán akarok valahová jutni. Hogyha fölvállalta ezt, hogy ő szembe ment az árral, és ezt ő meri vállalni is, én azt mondom, hogy talán van benne bátorság is véleményem szerint. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!